Sziasztok! Az Evo 3-as géppisztoly. Ugye ezzel kapcsolatban már volt egy anyag, ahol a szerelési útmutatót próbáltam összerakni, illetve megnéztük, hogy kell szétszedni, hogy kell összerakni. Most gyakorlatilag megpróbáljuk karban tartani. Ugye minden lőfegyvernek egy akilles sarka a kosz. Nyilván a el nem égett lőporszemcsék, illetve a szerkezetbe belekerülő mindenféle más egyéb szennyezőanyagok el tudják akasztani még a legjobb fegyvert is, tehát időszakonként azért karban kell tartani, de nem mindegy, hogy csináljuk. Ezt próbáljuk most egy kicsit tüzetesebben megnézni ennél a típusnál, hogy melyik alkatrészre kell jobban odafigyelni, melyik alkatrész az, amelyik nagyon fontos szerepet játszik magában a lövésben, illetve a működésben, és ezeket hogyan kéne olajozni. Az alapelv nem túl bonyolult, gyakorlatilag ugyanaz, mint bármelyik lőfegyvernél, olaj kell bele, de nem szabad belefolytani. Hogy miért nem, azt majd menet közben megbeszéljük. Mielőtt nekiállunk karban tartani, legalább egy kicsit koszoljuk már össze. Na, nézzük akkor, fegyverolaj és fegyverolaj közt mi a különbség? Gyakorlatilag sokan nem tudják, de alapvetően egy lényegi különbség van a fegyverolajok között, mégpedig a ragaszkodó képesség. Vannak azok az olajok, amik kimondottan kis igénybevételre vannak, kitalálva ezek ragaszkodnak kevésbé a fényfelületekhez, és vannak olyan olajok, amik komolyabb igénybevételhez, illetve magasabb hőhöz vannak igazítva, ezek jobban tapadnak. Itt van pár olyan fegyverolaj, amit alapvetően a karbantartásnál lehet használni. Megvan mindegyiknek a sajátságos tulajdonsága. Itt van például ez a családi kiszerelésű Brunox. Ez gyakorlatilag egy tök jó fegyverolaj. Megfürdetni a fegyvert is teljesen jó lehet benne, illetve viszonylag jól ken is. Ugye itt az amerikaiak is gyártanak egész jó fegyverolajat. Ez inkább a kenőolaj kategóriába tartozik. Szintén egy másik kenőolaj, ami inkább arra jó. A VD40 az egy ilyen eléggé univerzális fegyverolaj, mert azt szokták mondani, hogy amit a VD40-nel nem lehet megoldani, az semmivel. Ez kimondottan zsíroldó. Volt már rá próbálkozás, megnéztem, hogy mit tud. Tökéletesen zsírold, viszont nem ken. Tehát ha valaki ezzel próbálkozik, akkor azt utána mindenféleképpen át kell kenni az eszközt. De az, ami igazából teljesen bevált, a szakértőktől utána érdeklődtem, hogy mit javasolnak ehhez az eszközhöz. Azt mondják, hogy a VD40 tökéletes. Én magam is egyébként a saját fegyvereimet mindegyiket a VD40-nel takarítom. Tehát ez a koszt egész jól oldja, illetve jó kenés biztosít. Ebben vannak a kisebb verziók, illetve ebben is vannak ilyen családi kiszerelések. Na nézzük akkor, hogy mik azok a szerszámok, illetve kegytárgyak, amivel igazából jól lehet takarítani ezeket az eszközöket. Hát nem kell nagy dologra gondolni. Fogkefe. Amiket már nem használunk otthon, lejárt a szavatossága, elhasználódott, de még alapvetően ugye a sörtéje megvan, tökéletesen meg fog felelni, illetve az apró szűk helyekre bepiszkálni, ezek a fültisztító pálcikák tökéletesek, illetve hát ez mondjuk kimondottan fegyvertisztításhoz szükséges, ez nem fogkefe, hanem kimondottan ilyen szűk helyekre lehet vele bepiszkálni, olyan, mint a fogkefe, de mégsem az, illetve a kicsit durvább helyekre is oda lehet férni, viszont ennek bazi erős sörtéje van, tehát ez az elég lekokszolódott lőport ezzel tökéletesen el lehet távolítani, illetve kisebb helyekre is ugye be tudunk vele nyúkálni. Egy dolog, ami nincs most itt a takarításhoz, csőkígyó. Ez gyakorlatilag ez egy érdekes eszköz, egy szövet zsinór, jó hosszú, általában innen eresztjük be, egy ólomdarab van a végén, hogy könnyen ki tudjuk húzni a cső végén, kihúzzuk, és egy jó másfél méteres szövet, durva szövet, illetve finom is, meg durva is egyben, és azzal ugye ki tudjuk húzni a csőből a koszt. Ezzel kapcsolatban mindenféleképpen meg kell jegyeznem, hogy a gyártó azt jelezte, hogy mindenképpen említsük meg, hogy lehetőség szerint innen tegyük be, ugye a töltényűr felül tegyük be a csőkígyót, és kifelé húzzuk, és ne fordítva. Ezt azért mindenféleképpen így akkor azt gondolom meg kell említeni.
De egyébként ez az egész karbantartó eszköztár, ez tökéletesen megfelel ahhoz, hogy egy ilyen fegyvert karba lehessen tartani. Na, most, hogy kilövöldöztük magunkat, jön a karbantartás. Ugye rögtön tárgy kivétel. És akkor szétkapjuk. Hát az tisztán látszik, hogy igen jó mocskos lett, úgyhogy tökéletes alany lesz a karbantartásra. Nézzük akkor, hogy hogyan kezdünk hozzá. Ugye alapvetően itt van a zárszerkezetünk. Ez mindenféleképpen egy olyan elem, amit mindenképpen meg kell takarítanunk, mert ugye hüvelyvonó, ütőszegnyílás, tehát egy csomó olyan dolog van itt, ami egyébként létfontosságú. Érdemes egy pici olajat adni neki, nem kell igazából belefolytani, hát ennél többet nem igazán, és akkor szépen a fogkefés megoldással a lehető legtöbb dzsuvát eltávolítjuk róla, különös tekintettel ugye az ütőszegnyílásra, illetve a hüvelyvonó alatti részről. Ami komoly problémát tud okozni, az ütőszegnyílás. Ha egy tele megy mindenféle kosszal, akkor sajnálatosan előfordulhat, hogy annyira tele lesz, hogy az ütőszeg nem fér ki, vagy megszorul, és ugye nem fog tudni elsütést produkálni. Illetve ugye a hüvelyvonó, ugye itt van alatta, ez is, hogyha betömődik kosszal, és nem fog úgy mozogni, hogy kellene, nem fogja tudni a hüvelyt kihúzni a megfelelő helyről. Ezért erre a területre egy kiemelt figyelmet kell fordítani, illetve arra figyelni, hogy minden csuvát, amennyit csak lehet, szépen kihúzogassunk alóla. Áttörölgetjük. És itt jön majd képbe a fültisztítópálcika. Ezzel egész szépen hozzá lehet férni azokhoz a helyekhez, amihez egyébként úgy nem férnénk. És igazából ez fogja majd adni azt, hogy nem lesz fölösleges olaj azokon a helyeken, ahol nem kellene, illetve későbbiekben majd külön át fogjuk olajozni, de azt viszont szándékosan fogjuk ott tartani azt az olajat. Nos, akkor megvolnánk a karbantartásával, illetve a tisztításával. Ugye most viszonylag mondjuk azt, hogy tisztított, viszont nincs rajta olaj. Az olajozása, hát én azt szoktam javasolni mindig, hogy a csúszó felületekre mindenképpen tegyünk, ahol fém a fémmel érintkezik, oda mindenképpen tegyünk egy pici olajat. Illetve minden fémalkatrész azért viszonylag hálás szokott lenni, hogyha ha kap az olajból. Tehát én azt gondolom, hogy ha mindenhova teszünk egy picit, azzal nagy bajt nem okozhatunk. És itt a pici az, ami kiemelten fontos, ugyanis nem szabad belefolytani a fegyverolajba az eszközt, mert könnyebb begyűjti a koszt. Tehát ezzel azon egy probléma, hogy ha sok az olaj, akkor a koszt is jobban megtartja, ezáltal ugye komolyabb problémákat okozhat. De azt gondolom, hogy ha így vékonyan átkenjük, akkor különösebben nagy problémát nem fogunk neki okozni. Illetve minden olyan alkatrészt, ami a fém a fémen érintkezik, annak azért illik adni egy picit az olajból. És akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a zárszerkezet meg is van. Nézzük akkor az elsütő szerkezetet. Ugye itt nagyon sok olyan pici alkatrész van, ami egymáson csúszik, fordul, tehát itt mindenféleképpen azért kell az olajról gondoskodnunk. Lehet látni azért, hogy most adtam neki az ívet rendesen, és úgy elég szépen sikerült összekoszolni. Itt az élekből érdemes jól kiszedegetni a koszt, illetve a csúszófelületekből. Azért itt sikerült azért beletenni nem keveset. Tehát ha valaki lövöldözik, akkor ez nagyjából ilyen. Illetve megint csak itt jön majd szerepbe, ugye ez a kis pici fültisztító, mert olyan helyekre is be lehet vele férni, amire egyébként úgy nem biztos, hogy hozzáférne az ember kézzel, vagy ujjal, vagy rongyal.
És igazából itt majd lesz majd jelentősége annak, hogy a csúszó felületek mennyire lesznek simák, tiszták, illetve olajozottak. Ugye sokszor azt lehet érezni, hogy egy koszos elsütő szerkezetű fegyver az hát nem olyan komfortos vele a lövés, emiatt a lövő eléggé, mondjuk úgy, hogy kevésbé jó eredményt produkál. Egyébként sokszor lehet tapasztalni azt, hogy ha megfelelő helyekre ugye becsöpögtet az ember egy-két csepp olajat, akkor esetleg még tud finomítani az elsütésen, ami gyakorlatilag ugye a pontos lövést tudja majd kicsit hatékonyabbá tenni. Tehát nagyjából megvan az olajozás. Itt is úgy vigyázzunk, hogy túlzásokban ne essünk, de mégis, ahol látjuk, hogy le van kokszolódva esetleg, vagy lőpor van rajta alapból, az egyébként teljesen jól látszik, mert ott szürke, ami feketének kéne, hogy legyen, tehát teljesen jól látszik, hogy hol van rajta kosz, hol kell igazából jobban odafigyelni, és azokat a részeket mindenféleképpen ki kell takarítanunk. Ezeknél a részeknél fontos, hogy valóban tiszta legyen, tehát itt, ha nem muszáj, akkor ne kapkodjunk, takarítsuk át kellőképpen, hogy az olajat majd ne a koszos részre kelljen majd be csöpögtetni. Valamelyest akkor is működőképes, tehát hatékony akkor is, de messze nem fejti ki a hatását koszos fegyveren az olaj, az inkább ilyen időlegesen tudja meghosszabbítani a működőképességét, de alapvetően inkább a tiszta alkatrészeket, azokat próbáljuk meg olajozni, és ne locsolgassuk bele egyébként a fegyverolajat a koszos fegyverbe. No, hát akkor megvagyunk, ki lett pucevába az elsütőszerkezet, hogy olajozzuk? Itt is azt kell mondjam, hogy nem szabad belefolytani az olajat, vagy olajba, egy-két cseppet a megfelelő helyekre. Ha lehet, akkor látjuk úgy is, hogy hol fordul az elsütőszerkezet. Oda mindenképpen egy-két cseppet hagyjunk bemenni. Amit látjuk, hogy esetleg megfolyt, vagy bármi picit több van, akkor ezt így le tudjuk szeregetni róla. És igazából azt kell mondjam, hogy ez a rész úgy nagyjából meg is van. Még a élekből kihúzzuk a felesleget, és gyakorlatilag elsütő szerkezetet nagyjából sikerült gatyába rázni. Tehát nagyjából ez meg is van. Félretesszük, megyünk át a tokra. Na, tokrész. Alapvetően ez viszonylag kevés koszt gyűjt be, de begyűjti. Tehát itt is érdemes egy picit azokra a részekre, ahol látjuk, hogy az élek futnak. Tehát oda azért mindenféleképpen érdemes odafigyelni. De simán kézzel be tudunk nyúlni a rongyal. Nagy dolgok nincsenek benne, amik rettenetesen zavarnának. Tehát hozzá lehet férni könnyedén. Ugye itt látjuk, hogy itt futnak élek. Tehát itt látszik az él mind a két oldalon, ahogy a zárszerkezetet fogja a helyén tartani. Azt mindenféleképpen jól meg kell takarítanunk, pontosan azért, hogy simán tudjon csúszni. Ugye ezeknél az eszközöknél, hogyha akad, az roppant kellemetlen. Tehát ezzel tudjuk egy picit elősegíteni, hogy finomabban csúszson, kisebb legyen a probléma forrása. Itt jön majd szerepbe a csőkígyó, hogy tudjuk használni. Ugye erről az oldalról fogjuk betenni, másik oldalon húzzuk ki, és hogy ezt vagy háromszor, négyszer megcsináljuk, hogy kihúzgáljuk, és nagyjából a cső az úgy rendben is lesz. Itt van ez a kis átmeneti emelkedő kényszerpálya. Ezt mindjárt megpróbálom megmutatni, hogy hol is van ez, bár eléggé nehezen lehet ide belátni. Tehát ő az. Jó, tehát igazából itt van, ő ez az alkatrész. Ugye ez a kis kényszerpálya az, amin a lövedék csúcsa végigcsúszik, és innen fog befordulni majd a csőbe. A problémát az szokta okozni, hogyha ez a rész itt lekokszolódik, már pedig most gyönyörűen le van kokszolódva, akkor egy érdes felületet fog adni. Ez pedig azt fogja eredményezni, hogy adott esetben megszorul rajta a lövedék csúcsa, és nem abban a szögben fog bemenni a töltényűrbe, ahogy kellene, hanem megakad, keresztbe fordulhat, vagy bármi gond van. Ezért érdemes ezt a részt kiemelten karbantartani. No, itt a cső végén lehet látni, hogy van egy lágrejtő, amit azért illene megtakarítani, illetve az alatta lévő részt. Nem túl bonyolult eltávolítani egyébként, egy picit aláfeszít az ember kis csavarhúzóval, és
utána már könnyedén le lehet tekerni. Tehát ott, ahol látjuk, hogy kellően koszi, oda pici olajat teszünk, túlzásokba így se kell esni. Maga az, hogy a menet tiszta legyen, illetve olajozott legyen, és akkor simán a felesleget le tudjuk róla szedni. Ami így egyébként marad a rongy után, az pont elég, ami a menetekben van. Itt kell érdemesen, itt kell erre figyelni, hogy a belső részen mindenféleképpen legyen egy pici olaj, abból kifolyólag, hogy ugye ott belül menetes, és hogyha ott nem igazán sikerül átolajozni, illetve kosz marad benne, akkor akármennyire olajos, azért akadni fog valamennyire a lefőszerelésénél. De egyébként látszik, hogy hol olyan szürke az alkatrész, ahova esetleg érdemes lenne még olajat tenni. Meg is van. Picit áttöröljük. Ennyi. Vissza. Szépen fölcsavarjuk. Utána már befelé már könnyedén bemegy. Megakad a végpontba, és meg is van. Érdemes egyébként ezt a részt is így megtakarítani, karbantartani. Tehát nem mondják azt, hogy csak ott takarítjuk, ahol a papok táncolnak. És akkor gyakorlatilag az egész fegyver meg van takarítva. Most meg vagyunk akkor a karbantartással. Az alkatrészek külön-külön meg vannak takarítva. A zár, az elsütőszerkezet, illetve maga a tok. Hogy azokba a kis élekbe, illetve csúszó felületekre, amik egymáson csúsznak, oda tettünk egy pici olajat. Elsütőszerkezetbe, ugye belülre becsöpögtettünk egy-két cseppet pluszba, ugye a tisztítás után, hogy könnyebben tudjanak fordulni az alkatrészek, illetve csúszni egymáson. Illetve magába ide a tok részbe is, az élekbe, ahol a zárszerkezet csúszkál rajta, oda is. Illetve, amire beszéltünk, hogy kiemelt fontossággal bír, ugye ez a kis kényszerpálya, amin csúszik be a lőszer a töltényűrbe, az is tisztítva van, illetve le van olajozva. Hát akkor most már nem marad más hátra, csak összerakosgatni az eszközünket. Nagyjából meg is van. Ellenőrizzük a működőképességét. Pöpec teljesen finoman és kultúráltan csúsznak az alkatrészek, jól működnek rajta a kezelőszervek. Azt gondolom, hogy ismét lövészetre kész. Még egy dolgot nem említettünk meg, a tár. Tehát akármilyen pöpec fegyverünk van, ha a tárunk nem adogat, akkor kenhetjük a hajunkra. Ezért szoktam javasolni, hogy itt sem kell igazából túlzásokba esni, de azért egy pici olajozás ennek az alkatrésznek sem árthat. Ugyanis ugye itt folyamatosan ugye a töltényűr közelében van ez a része a tárnak, és bizony azért a korom, illetve az el nem égett lőporszemcsék azért elég szépen meg tudják ezt támadni, illetve a tár kioldásnál is, hogyha esetleg maga ezek a kis bordák itt rajta nem tökéletesen tiszták, akkor azért lehetnek problémák a tárkioldásnál, de mondjuk ez gyakorlatilag nem egyedi, tehát ez bármelyik fegyvernél ez bejátszhat, hogyha ugye a táros megoldás, tehát a tárnak is szerepe van. Ezt általában azért el szoktuk hanyagolni sok esetben, mert mégiscsak egy kis alkatrész, nem is a fegyverhez tartozik alapvetően, de azért azt ne felejtsük el, hogy ha a tár nem adogat, akkor hát rokkant kellemetlen helyzet állhat elő.